Szemnéz fel az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végig pereg. Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom, és a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiéren. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Sok kaland várt sok fele, és mindegyütt mentünk bele, gyakran segítve egymást, és csak néha heccelve, és most már komoly képpel ülünk itt, búcsúztatva ezt a sulit. Döntően nagyon szerelem Szilágyi Gábor, Júgos Dániel kertészurát, nyissa meg a hallakási jelenségünket. Köszönöm szépen, hogy szeretettel köszöntök mindenkit, Balagás Ünnepségünk önök itt a református templomban, amely idén 235 esztendős. Külön szeretettel köszöntöm a Balagó 8-osainkat, szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, hozzátartozókat, meghívott vendégeinket, tanárkollégákat, és mindenkit, aki megtisztelt minket jelenlétével a mai ünnepségünkön. A délelőtt folyamán már volt egy első ballagás, akkor Isten igéből próbáltam valami kutatást adni a fiataloknak, és azt az igényt hoztam, amelyet maga Jézus mondott, jobb adni, mint kapni. És valóban sorba vettük, hogy mi az, amit ezek a fiatalok eddig életük során már kaptak, és mi az, amit ők továbbadtak másoknak. És bizony meg kellett állapítani, hogy sokkal több dolgot kapunk az életben, mint amit adunk. Én arra kértem a fiatalokat, hogy minél többet adjanak. Adjanak arról a szeretetről, amit Istentől kaptak, és hiszem azt, hogy így lesznek valóban megelégedett felnőttek. Kívánom azt, hogy megtalálják azt a munkát, amiben örömüket lelik. Kívánom, hogy megtalálják életük pályát, hogy valóban teljes életet, igazi emberi életet, értékes emberi életet élhessenek. És nagyon örülök az alkalmat, hogy megköszönjem a szülőknek, hozzátartozóknak, hogy 8 esztendővel ezelőtt ránk merték bízni szemük fényét, a gyermeküket, akik most elvallanak innen az Arany iskolából, és folytatják a tanulmányokat valamelyik közösségi intézményben. Így kívánok nagyon sok áldást a mai nap további részére. Áldott ünneplést minden családban, így kívánom az egészséget, a kitartást, a békességet, a szeretetet mindannyiunk életében. Így járjunk meg minket az Isten kegyelméből. Így legyen. Köszönjük nagyon szeretnünk Szilágyi Gábor Jézus előterkész szó szavait. Hallgassunk meg Rézműves Miranda 7. Ciországos tanuló szavalatát. Kis Kármán, Szolyában. Néktek vagyok ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly és a virág. Köréke gyűlészít a virág. S mi néktek adjuk búcsúzó szívünket, az életet, mely utan az ispültet, s melyet az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusi ág. S halljuk, reméljük, hogy szívetek a minket, szép lassúsággal mosan szól az élet. Föl-föl repülne, leszáll, tétulálsz. A sokkoputban integet felénket. Tehát könny és csontú, nem tudni okát. Elsáhatban messzességbe nézel, s szíveteken fölzenekod. Tovább. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves 8-osaim, ezen a napon, amikor búcsúztok kedves iskolátoktól, osztályotoktól, iskolatársaitoktól. Most Mészáros Júli, 7. ráosztályos tanuló búcsúbeszéde következik. Kedves Balogóri áltársaim, különleges nap ez a mai, hogy miért is olyan fontos nekünk,
hetedik esetben azért, mert innentől kezdve mi leszünk a megnagyobbak, a diákok közül. Tavaly még ti díszítettétek az osztálytermeket, folyosókat, ti gyűjtöttétek a rengeteg virágot, és igyekeztetek emlékezetessé és szépé varázsolni az ünnepet a barlangok számára. Ma pedig ti vagytok a főszereplők, hiszen most mindenki értetek van így. Most ti vagytok díszben, virágok és ajándékok között, ragyogó arccal, várakozással terve. Mi gyűjtöttünk virágokat, díszítettünk, nektek szól a zene, a dal, a vers, értetek öltözünk minden ruhába, hogy miattam búcsúztassatok iskolánktól, búcsúztok tanáraitoktól, osztálytársaitoktól, barátaitoktól, emlékektől. Az általános iskolai tanulmányok befejezése mindannyiunk számára valóban megérés az új életben, az új iskolában, az új célok felé, új barátok, új álmok felé. Reméljük örömmel, büszkeséggel tölt el benneteket, amikor bekerült üzemünkre az utolsó bejegyzés. Általános iskolai tanulmányait befejezte. Felisziántokba okulakul a sok kedves emlék, a felejthetetlen osztálykirándulások, a nagy nevetések, a szakkörök, izgalmas versenyek és meccsek minden magunk hagytak szívetekben. Együtt éltük át a járvány helyzet miatt nehéz heteket, és fedeztük fel a távoktatásban rejlő javítási lehetőségeket. Ám de hiába lett még a távoktatásnak, végül az utolsó évben mégis távol kerültünk egymástól, hiszen ti a mi festünkű iskolai életben maradtatok, míg mi a gimnáziumok barátban voltunk, szomorú szívvel az együtt töltött vidám időszakban. Évfolyam társai nevében is kijelentetem, emléketek a őrizgó szívünkben, és a zászlót, amit ti vittetek eddig, mi is büszkén tartjuk majd magasról. Hitet, örömet, sikereket, kitartást, értékes új élményeket kívánunk nektek középiskolában. Iskolán diák közössége nevében Kassákkal és szavaival köszönök el tőletek. Aki elment, az elment. De aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem lehet el tőlünk egészen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérem a zászlótartó 8-osokat, adják át az iskola zászlaját. A zászlót átvevő 7. osztályos tanuló jöjjenek ki az új asztal elé, és vegyék át a zászlót. A zászlót átadják Tóth Bence Gyula 8. ám, Várali Szabó Gábor 8. ám, Horváth Gergő 8. b, és Radkonyelénő 8. b osztályos tanuló. Átveszi Mészáros Béli 7. A, Magóz Zina 7. B, és Csongrádi Csanád 7. C osztályos tanulók. Az iskola zászlaját átadjuk, kérjük, őrizzétek becsülettel. Az iskola zászlaját átvesszük, ígérjük, becsülettel őrizzük. A búcsúzók tanulók nevében szaladottuk az iskola zászlajára Tóth Kiara 8. B és Kui Sámuel 8. A osztályos tanuló. Sok kaland várt sok fele, és mindegyütt mentünk bele, gyakran segítve egymást, és csak néha heccelve, és most már komoly képpel ülünk itt, búcsúztatva ezt a sulit, döbbentem figyelve, hogy közben mindenki érik. Visszanézve a képeket, az elmúlt sulis éveket, sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek, sírnak, nevetnek, egymásért kiállnak, büszkén hívják magukat egy összetartó. A 8. osztályban Kui Sámuel 8. A és Gárdi Zakerni 8. B osztályos tanulók köszönetek.
Régi arcok, régi okok jönnek, de erők, mosolyok, néha fájók. Múlik minden rohannak az élet, búcsúzunk, búcsúzunk. Kedves tanáráink, szüleink, vendégeink, hallgató diáktársaink. Amikor tavaly itt álltunk az akkori 8-osokhoz szóló búcsúbeszédet olvasva, bele se gondoltam, hogy hiányoznak jövőt, hallgatók és részt venni ezen az ünnepségen. Nagy köszönöm. Persze örülünk a sikeres felvételeinknek, és a középiskolában tanulhatnak tovább, de ugyanakkor szomorú is meg, mert így egy osztályként mások az osztályra látszott alkalmának lehetőségét. Búcsúzunk el a kedves alsó tanítóinktól, Andi nénitől és Galnénitől, akik kisiskolás éveinket igyekeztek bennünk szépen kőrölni. Ebből az időszakból is van néhány kedves emlék. A szorobán versenyt és a hatalmas rosszikacsak a szabadéli próbálnak, hogy negyedik osztályban, hogy itt van a kopalás felettünk figyelmesek. Az osztály legnősebb volt az Tekla, akinek sikerült kimászni az akváriumában, hogy zuhanni egy méterre elérte a hatalmát. Akkor még mindenki tanítani találta minket. A kamaszkor később elvette ezt a képességünket, és sok olyan dolgot is csináltunk, amire ma már lehet, hogy nem tudunk visszélyesítni. Amikor felsőoktatásra kerültek, akkor sem kellett a tanárnőnket attól tartani, hogy nem mondjuk. Rengeteg jó és érzelmények van erre a négy is. Kezdetben a Covid miatt nem sok elég elveszettük azt, hogy ötödik is lesz. De ennek ellenére is kifogtunk valakit, hogy a olyan közösség, ahol mindenki megtalálta a magát. Minden téged durja, hogy óbolyózás, nyáron pedig turizikum. Hálásak vagyok Jetminének is, akinek nem védelmezték meg az életét, pedig nagy problémákat találták. Emlékezetesek a közös túrázások, számháló túrázások. Szívesen idézem fel a felső tárgyai osztályi rendelet, ahol néhány tisztelésen van, és illegális egy messzesen egész egyet kiadott. Ennek Jetminé nem örült annyira, ahogy akkor sem nyomott, amikor felfedezte, hogy a lévő ügyesek után szekrényben rejtett a szalonszoborra működött. Érdekes módon, ekkor sem a vérszakorszak. Amikor pedig éppen a nem adott viszonylag és már akkor a kémia szeretett hajtajának szakított szilárságát vizsgáltunk egy ásványzás halasztalatot. Így visszagondolva valószínűleg nem volt tanárnak erre az osztály, de mi mindig szeretettel fogunk visszagondolni rájuk, és az általános iskolában eltöltött 8 évig. Biztosan sokan sokféle szóra emlékszem még, amiket nem adni, de szerintem a véseknek is vannak hasonló történetek, amiket nem hallottam.
pedig azt üzenem, hogy ne arra gondoljanak, hogy most ez a hókönyv helyek, hanem hogy egy új helyek. Végezetül ismert a szerkezetből származó városon. Legyen előtted a nyomtudatos a út, hátad belül fújjon mindig a szél. A nap melegen süsse arcodat, az eső humán esetből érve. És még újra találkozom, sordozom, legyen egy az Isten. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattad. Tisztelt Jelenlévő! Az Aranyos Általános Iskolának intézménye néven tiszteletben köszöntöm a vallási ünnepségemnek jelentőt. 2015 bizonyos szempontból távolinak, bizonyos szempontból közelegetünk. A csillogó szemű első évfolyamos gyermekek megtették kezdeti bizonytalan lépéseiket az általános iskolában, majd egyre bátrabb kis iskolásokká váltak. Megismerték a tanulás sokakozatot, majd hippó, felsősök. A felsőben jó jó mindent mondhatnánk, de az a szörnyű pandémia közbeszólt. Közbeszólt a minden napi életben, közbeszólt az iskolába járásba, közbeszólt rokonokkal, barátokkal való találkozásról, és bizony az egészségünkben is megérte. De mindez elmúlt. A kisebbsősökből is kamaszok lettek, akik most fiatal életük egyik legszebb és legmeghatározóbb eseményén vesznek részt. Kedves Balló! Meggyőződésem, minden ember arra van rendelve, boldoguljon, hogy élete során a maga helyét megtalálja a világban. Az útkeresés nehéz, de nem is feladat, amelyben megismerjük többek között önmagunkat is. Mára is Sándor szerint az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lép be az utakon, és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barátszás lehet. Az utakat sokáig csak alkalommal tekintjük, majd egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van. Elvezetnek valahová, minden út összefut végül egyetlen közös célban. Kérlek titeket, hogy higgyetek magatokban és abban, hogy az általatok megállandók egyetlen közös célt önfegyelemmel, szorgalommal és önmegvalósítással el tudjátok érni. Azt gondolom, hogy ehhez megfelelő alapokkal rendelkeztek. Tanároitok arra törekedtek, hogy a tudás átadása és a tudás megszerzése érdekes és izgalmas szellemi tevékenysége legyen számunkra, amely után kijelenthetitek, hogy a tudás az már milyen, azt bárhol, bármikor felhasználhatjuk. Tisztelt szülők! A gyermek életében egyértelműen kiemelt jelentőségének tekinthető a középiskolai élet kezdete, amely a felnőtt vezetünk egyik állomása. Csak a szülő érzi át igazán, mennyi mindent tett meg, olykor vitát, máskor mosoly, és ölelés által az idén fiatal boldogulásáért azért, hogy a szülő által helyes tettért és a gyermek számára kedvező életet megvalósulhassa. Nyilván egy olyan időszak előtt állnak, amelyben a gyerek szájpróbálatásai már érezhető súrogással válnak, ám az így van egy ilyen. Az önállósodás ugyanis a felnőtti válasz egyik vele jelölő. Viszont, amikor az élet nehézségei miatt a gyermek támogatása segítségre szorul, akkor a szülői ház szerető és megértő hátországot fog jelenteni a számára. Hiszen, ahogy Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében olvashatjuk, a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmével. Mindent elhűl, mindent elvisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Tulajdonképpen a szülői létének legnemesebb feladatát cselekedik a szeretet által. Végezetül is még hozzá forduló kedves Balató. Vadi ennek ezt mondta a Hajó gyerekek című költeményében, hogy tudom jól, szép napoknak mindent vége. Én mégis arra biztatlak titeket, hogy visszatekintve az általános iskolás életből mindenféle élményt vigyetek magatokkal. Legyenek köztük jó és még jó élmények, amelyek örömet fognak nektek okozni, erősíteni fogják bennetek a közösségi érzés, az együgé tartozás gondolatát, és legyenek köztük olyanok is, amelyek nem voltak annyira kedvesek nektek, ha mégis fontosak, hiszen ezekből ugyanúgy lehet tanulni, itt a jó reményekből. Kedves tanítványaim! Útjaim százfelé válnak,
de a szívünk egy szívért dolog, nekiváltunk a közös máma, és tényleg adott egy szempontot. Köszönöm soraim végén Arany János gondolataival kívántam nektek eredményes és nagyon boldog középiskolás életet. Köszönöm szépen! Jutalmak átadása következik. Hagyományán bárkiskolánkban a 8. osztályos tanuló 8 éven át tartó magas munkáját nem köszönni. Ezek mindenki sor. Oklevelet kap Váradi Szabó Gábor 8. A és Rázsai Feramonna 8. B osztályos tanuló, akikre a diákok kormányzatban a tanév során mindig lehetett számítani, lelkes és kitartó munkájukkal segítették a diákkormányzat munkájának szervezését, méltó módon képviselték iskolának tanulói. Az oklevelet átadja Berezi Andrea, a diákkormányzatok segítő pedagógus. Szakkörbe nézve 4 éves lelkes munkáinkért, versenyekben való részvételért, azokon való helyezéseinkért, az alábbi 8. osztályos tanulók vertikált utalmukat. Barátom Émi, Váradi Szabó Gábor, Kúri Sámuel, Kása Ákos, Rosonci Már, Tóth Bence Gyula, 8. osztályos tanuló. Szeretnék utalmazni egy olyan tanulót, aki első osztályos korától művel egy olyan eszköz, amely fejleszti a matematikai gondolkodást, a vizuális memóriát. 8 éven keresztül sikeres nemzetközi területi és országos szóval versenyeken. Megkérem, barátom Lényi, vegye át a Magyar Szorobány Társaság díját is egy eredeti japán bambusz szorobán. A díjat átadja Jakubics Lé Kovács Andrea tanítónéni és Ernest Antal Pártag intézményvezető. Kitüntető cím átadása következik. Az idei tanévben a kuratórium 8. évfolyamos tanulónak adományozza a kiváló anyagiák címet. A díjakat átadja nagy tiszteletű Szilágyi Gábor Lépkos elnök Ernest Antal Pártag intézményvezető és Horváth Ferenc kuratórium elnöke. Váradi Szabó Gábor. Gábor 8 év alatt végig keres, vagy kitűnő eredményt ért el. Szorgalma, munkához való hozzáállása, motiválhatóságok példaértékű. A tanulmányban igen aktív, soha nem tudtunk olyat kérdezni tőle, amire nem tudta volna a választ. Érdeklődő a világ dolgai iránt, az egyik legtöbbet olvasó diákjaink közé tartozik. Ez pedig manapság nagyon nagy érdem. Mindig szívesen választ szereplést iskolai, egyházi és városi műsorokban, gyönyörű szavalataival hozzájárulási terekhez. Az utolsó tanévben a diák önkormányzat vezető tisztségét is ő látta el, melynek kapcsán lelkesedéséhez kétünk sem kérhet. Tanáraival, tisztelettudók, magatartások példaértékű. Társaival, barátságos, segítőkész, együttműködő. 4 évig járt matematika szakföldet, 2 évig pedig kényára. Legjobb verseny eredményei. Varga Tamás matematika verseny megyei 4. Komplex Nemzettudományos verseny országos 6. Következő évben a 9. Küri Kémia verseny megyei 7. Medve Matek regionális ezüstminősítés, Kékország közgazdasági csapat verseny megyei 2. Városi versenyző verseny 2. helyen is. Szívből gratulálunk a kiváló aranyjáték címhez,
és jó sikert kívánunk a további tanulmányaihoz. Ajándékú dolványoknak, Kurkó Levente 8. A, és Kársárkos 8. A osztályos tanulóknak.